Sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Ma az egyfegyver kihívást teljesítjük remélhetőleg, ami arról szól, hogy egy darab fegyverünk lehet és setni semmivel se több. Igazándiból ez egy eléggé nehéz kihívás, szóval kíváncsi az, hogy mi lesz belőle. Az egyik kedvenc helyemre fogunk most ugrani, a Fatalbe, és hát remélhetőleg oda nem jönnek olyan sokan, mert nincs olyan közel a landolás és hát a szállási pozícióhoz. Ez egy eléggé nehéz kihívás, szóval igazándiból nem tudom azt, hogy fogunk teljesíteni benne. Konkrétan megpróbáljuk a vending machine-t felszedni onnan alulról, aztán lehetséges, hogy onnan már ki tudunk szedni mondjuk egy hát egy lila shotit, vagy mondjuk egy lila suppressoros scar-t, vagy egy sima scar-t. Annak azért azt kell mondjam, hogy eléggé örülnék. Ez az, itt egy, ó, csak kék a francba. Hát szerintem ő nem ide fog jönni, na mindegy. Mik vannak itt, egy campfire? Jó, hát ezt a kék shotit hozzuk el természetesen. Most már közelre van valamiféle fegyverünk. Aztán ezért hát, hogyha valami jobbat találunk, akkor ki fogom szedni például a chestből. Most nekem shield, ez az! Egy rift! Tökéletes, ezzel tudunk menekülni, hogyha úgy van. Nagyon jó, hogy megkaptuk a riftet már így eleinte. Nagyon sok fára, meg alapanyagra van szükségem, mert ugye nekem itt menekülnem kell majd rengeteget szerintem. Szóval ráépíteni az ember, hogyha még egy közelharci fegyvert viszünk magunkkal, vagy hogyha távolít, akkor mondjuk ugye fölfogatni magunkat. Ez az. Hát szerintem még azért az AK jó lenne, de most vigyük még el a shotit, hát ha találunk jobbat. Mondjuk egy scarra azért lecserélném, de lehetséges, hogy a legjobb megoldás amúgy, srácok, nem tudom mi a véleményetek róla, egy SMG lenne. Vagy az SMG az közelre is egész hatékony, meg távolra is, úgymond ilyen 8-akat tudunk belepötyögtetni, de a shotitól még mindig jobb távolra. Szóval nem tudom azt, hogy melyik lenne a jobb, jaj nem, melyik lenne a jobb megoldás. De elején, most jó, ezzel el tudunk a riften menekülni, hogyha bajba vagyunk. Kiszedjük szerintem a fejtől, még a nagy ház, meg a hosszúkás házban jól van, ott még hátra valami jó lootokat találunk. Mondjuk egy nagy shield még nagyon jó lenne, vagy kell. Van ugye gliderünk, egy riftünk, 4 minünk. Minink, meg egy eléggé nagy. Respawn, csak ne vizé, squadot indítottam, akkor megőrülök, halljátok. A top 38-ak vagyunk. Ami hát nem a sok killünktől van, hanem eléggé gyorsan elmentek az emberek innen. Szóval, oké, és eddig jól állunk szerintem. Egy scar-t adjál már be, ha van itt egy chest, egy scar lesz benne remélhetőleg. És akkor azt elviszem. Hát még chest sincs, nemhogy még scar. Ó, ho, nagy shield, na ezt már nevezem. Végre ezt is meg tudjuk inni, azt akkor szerintem utak is indulhatunk. Azt egy supply-t. Na, hogyha ki tudnánk nyitni egy supply-t, na az menő lenne. Az a gond, hogy most elképesztően, srácok, arra kell venni a közelharcra. Most nagyon-nagyon gyengék lennénk távolra. Semmink nincs, alapanyagom is alig van. Még ezt kiszedem. Még egy glider hunting. Chuck Jagot is tudtam szerezni, hát ez bizonyára jó lenne elhozni, de szerintem most hát nem hozzuk el, mert a többi jobban tud hírelni. Jó lenne mondjuk a medkit helyére, vagy a glider helyére, de most az inkább egy gliderre van szüksége, mint egy Chuck Jagra, mert ugye van shield töltöm is, és poti, és HP töltöm is, szóval ja, nagyon nagy gondban nem vagyunk ezáltal. De semmi fegyver, srácok, nem találtam konkrétan, ami jobb lenne, mint ez a shotin. Ugye az elején bekezdtünk, a legelső lootolásunk volt ez a két kék shotgun, azok kívül meg konkrétan semmit nem találtam. Szóval, hát ez van. Én szólt itt, én szerintem jobb lenne, hogy elkerülnénk. Na itt nagyba csatározások vannak, de én annyit csinálok csak itt, szóval nem fogok igazán beleavatkozni, hogy fölmegyek magára ide, és igyekszek kilőni magamat mondjuk a pozíciónk felé. Jaj! Ellőttek! Megyek! Próbálom, srácok, kinyitom azt a... Megpróbáltak előni, ott az, akit eddig követtünk. De fölépítette magát, azt megpróbáltak, remélhetőleg nem fogja utánam lőni magát, ugye neki sokkal több fegyvere van. A francba. Jó, meg tudok leszállni ide. Hát ezt elrontottam, ezt későn gondolkodtam. Ott építenek. Micsoda billbetül van. Na szavaztok, inkább húzok innen. Na itt egy P9-en pont, amiről beszéltem, srácok. Ez amúgy távolabbra szerintem sokkal jobb lesz. Igaz, ammó nagyon-nagyon kevés van.
Nem tudom azt, hogy most jól döntök, hogy lecserélem a sotit így az endgame-be, de távolról ezzel sokkal jobban tudjuk sprayelni a többieket. Ez most nagy döntés. Szerintetek a sotit kéne, vagy ezt elhozni magammal? Szerintem ezt vigyük el, mert azért ezzel mégis jobban lehet harcolni. De ha rámugranak, akkor a soti kéne. Ki volt velünk, és ő védett meg körülbelül a senkitől egész végig, de akkor is ő védett meg. Szóval őt viszem tovább. Lehet a P90 jobb döntés lett volna, de hát ez van. Már itt vagyunk a top 10 szituációba bejutottunk, ami elképesztően király. Szóval most már jók leszünk ezzel, én azt mondom nektek. És még van egy riftünk, ahol el tudunk menekülni. Zsír. Be kéne jutni a körbe, ahogy nem itt ficánkolni a szélén. Mert már itt van mindjárt, mögöttem vannak még egy csomóan. Na felhúztam egy nagyobb bázist, egy kicsit kisebb bázist, inkább azt akartam mondani. És így körbe tudok most már ugye nézni ezt, hogy mi a helyzet. Fölhíreltem magam a Campfire-re, mert már top 9-ben vagyunk, és a megint egész Pleasant Parkon átmegy, ezt komolyan mondom. Egész Pleasanton valahogy át kéne futnunk, szerintem itt kéne megkerülni, bár erre jártunk, erre van egy ember, átfutott, én megfigyeltem. De megértem, hogy kioltódott a tűz, de azon kívül nem tudom azt, hogy hol vannak konkrétan az emberek, lehetséges, hogy mind arra bujkál, vagy már fönt vannak a hegyen. Szerintem induljunk meg erre. Ott építkezett már egy ember, akkor inkább erre. És hát szerintem használjuk is, mert most miért ne? Meg tudunk fölmenni, legalább egy réteggel följebb. És itt már úgymond kicsit jobban biztonságban vagyunk. Ki, hogyha hátba lőnek, mert jönnek valami. Ez meg mi? Mit keres itt egy bokor? Azt hittem, hogy egy bokor kempel. Úgy nekünk is jó lett volna, hogyha simán bokorra be tudunk kempelni. Mert ugye már az is egy tök jó hatékony dolog lett volna. Szerintem megpróbálom levárni itt a többieket, bár hiába, mert nagyon sok fegyverem ugye nincsen, vagy hát konkrétan egy van. Lehetséges, hogy jobb lenne már most fölmenni a csúcsra, hogy mi birtokoljuk a legnagyobb high, és a legmagasabb high groundot, de... Ajajaj. Oh shit. Elkezdtek lőni grenade launcherre. Mindegy, húzzunk fel gyorsan egy pici bázist. Megpróbálunk építkezni. Ajaj, jó. Megvagyunk. Ott egy bowler. Na azzal még tudnánk menekülni. Ajajajajajajaj, pont nem ránk szűkült a kör, és ott egy ember! Szerintem nem biztos, hogy tudja, hogy itt vagyok. Szóval most lényegesen könnyebb lett volna rárásolnunk, de szerintem ő el fogja vinni a bollert. Azt kéne csinálni, hogy ne vegye észre, hogy itt vagyunk addig, még ugye be nem szűkül a kör, és akkor el tudunk riftelni konkrétan. Csak igen, nem fogom megtámadni az atos harcol valakivel. A boller szerintem el fogja vinni középre. Hú! Na hát ez izgalmas lesz. Ott harcolnak, figyeljétek a távolba. Én meg csak itt néző vagyok. És úgy mondtam, hogy ez egy nagyon harcos kör lesz. Hát egyáltalán nem lett az a vége felé. Hát én nézd, se vettem konkrétan, hogy mi történt. Én azt mondom nektek, hogy átvegyünk, megpróbáljuk, hát ha nem ott vannak, beszállunk a bowlerbe, aztán húzzunk is innen. Néhány medicucot megpróbálok elvinni. Szavaztok! Megjöttem, megjöttem. Az a gond, hogy nekem itt a PC-n nem tudok sajnos, nincsen bound, nem tudom mi az egy unbound, de nem tudok boostolni magamon a bowlerrel. Most a bowlerrel, és ez gőzös nincs az, hogy miért van. Régebben még így nem is volt odaére semmi, most az van azért, hogy unbound. Szóval gondolom nincs bebindelve, vagy nem tudom pontosan. Szerintem igen. Ide felhúzok egy kis bázist. Ez egy jó ötlet. Ez egy jó ötlet. Csak ne gurulj! Tesó, ne gurulj a sóval, létszik. Köszike? Jó, te itt jó leszel. Én meg ide elbújok. Hú, srácok, top 3. Ugratni se tudok, azt oda idegesítő, hogy így nincsen bebindelve a bowlerem. Bár én sokat nem szoktam használni. Ott egy ember? Nem. Jó, nincsen ott. Átmegyek, fölveszem a lootot, hát egy RPG van, és még azzal le tudom hozni az egész meccset. Azt mondjuk el tudnám fogadni. Csak nehogy itt legyen valaki. Aki ugye most engem meg akar egyből támadni. Jó. Egy golden shoti. Zsír. Vagy ez ki... Nem, szerintem inkább a shotit, hogyha közelharc lesz. A francba megint nem tudok dönteni. Szerintem megyek a shotival. Top 3 van. Ahó, szállj már be! Ajjaj, srácok, ez izgalmas. Ez nagyon izgalmas. Top 3, top 2 van, és ott az emberünk fönt, aki megpróbált engem ellőni.
Megpróbálok közelébe menni, hagyd lövjek nyugodtan rólam ezt. Ó, hogy felkerültem ide, srácok, ezt még én is meglepődtem. Megpróbálok rárásolni, ahogy csak lehet. Hogy én legyek high groundon, én mindjárt rámesik. De én addigra körbeépítem magunkat. Hol a gyerek? Hol a gyerek? Valahonnan lőtt. A francba. Fölment oda, még magasabb pontra ment. Jaj, és pont rászűkült a kör! Hát jó, ez az nem fair. Jó játékos, mert előtte direkt kilőtt a sniperrel a falamat, miután rá tudott volna rakétázni, hogy engem át tudjon támadni. Hát srácok, ez... Ez lehet, hogy csak top 2 lesz. De az is elég jó. Itt egy bowler. Hogy? És megnyerte! Na és hát srácok, szerintem eléggé jól teljesítettük úgymond a kívást. Nem lettünk elsők, de egy második hely is szerintem teljesen jó. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és amikor azt az outro-t most fölveszem, figyeljétek, megjelent egy új fegyver a játékban, plusz egy új játékpont, meg egy kicsikért így változott a map. Hogyha szeretnétek, hogy bemutassam nektek, hogy legyen még Fortnite-os videó a csatornán, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és csekkoljátok az NCShop.hu per sajt32 menő sajtos cuccokért. Köszönöm a figyelmet, a következő videóban, Tari, csősztök!